Akkor készül a tökös, répás ital, gyümölcslé, alkoholmentes. Ugye, mert olyat is kell inni. Na, mindjárt megpucolom ezt a tököt, fel fogom kockázni. Itt van egy csomó sárgarépa, de ilyen mély hűtött, mindegy, ezt is. Itt van egy kis gyömbér, rakok bele igazi gyömbért. Almát rakunk bele, aztán majd citromlé, édesítő, amit igényel, meg fogjuk látni, hogy milyen. Ezt összefőzöm szépen, összeturmixolom, utána pedig beleöntök vagy 2 liter almalevet, boltit, és 1 liter narancslevet még hozzá, és akkor itt csinálok egy ilyen valamit. Na, időközben készülünk egyébként a hónapra. Itt láthatjátok, hogy van vagy ott 2 chips, itt 2 snack, dípeket is vettünk hozzá, rákcsálni való. Aztán van ilyen Chio Extra Deep, hoppá, Chio Extreme, mi ez, vasad is. Aztán pizzás Chio, aztán giroszos chips, aztán Extreme, oda néz, jalapeño, aztán ez paprikás chips. Na, ennyi legalább van, meg most vettetek még egy. Ennyi van, úgyhogy lesz mit rákcsálnunk. Szerintem ezt, ha megesszük, annyi E-vitamint nyerünk be, hogy mérgezést kapunk. Össze van vágva. Majdnem egy lábassal. Hát, egy 3/4 lábassal lett. Jó sok lesz belőle. Na, ezt fel kell tölteni annyi vízzel, hogy épp ellepje. És utána, amikor megpuhul, akkor utána turmix. Van egy ilyen kicsi is, úgy tudok, hogy így jobb a hangzása, nem, gyerekek? Na, ezt eldobom. Eldobtam, gyerekek. Buli van, mint halljátok, már itten buli van. Egy, nagyon gyorsan, tökivólé elkészült, tehát a sütőtökivólét. Lentebb? Sütőtökivólé elkészült, itt van, nagyon finom lett, egy kicsi almalé kell még bele. Petra! Igen? Kittit zárd be, légy szíves! Jó. Köszi. Na, egy kicsi almalé még kellene szerintem bele, mert az hiányos, de majd töltünk még hozzá, ha ürül belőle. Jó. Amit most be akarok gyorsan mutatni, délután 4 óra lesz mindjárt, elkezdjük csinálni a szendvicseket, ugyanis ugye mondtam, hogy mi ma nem ilyen húsokat teszünk, meg kocsonyát, hülyeségeket, hanem megfogjuk, és nagyon finom szendvicseket fogunk készíteni. Egyelőre csak összekészítjük, és este majd olyan, ahogy kívánjuk, 7-kor, 8-kor, 10-kor, éjfélkor, reggel, mindig sütünk, grillezünk meg belőle egy kicsit. Na de mutatom, hogy milyenre gondolok én, amikor finom meleg szendvicsről beszélek. Itt van fölvágva egy kis ilyen bagett, vagy nem tudom, sajtos valami. Ezt ugye kinyitjuk szépen. És a lényege, egy kicsit magasabbról, hogy itt meg szoktam nyomkodni a közepét, hogy egy kicsit jobban férjen bele az anyag, mert ugye ebbe fog menni cucmó, ebbe kell, hogy férjen. Na és akkor jön sorba. Van különféle meleg szendvics krémet vettünk, ez Provence, én ezt szeretem egyébként a legjobban, a Provence-t. Nem kell túl vastagon megkenni vele a cucmót, mert akkor kifolyik, meg ilyen lágy lesz, az se jó, gyerekek. Hát mindenben ugye arany közép út a jó, hogy kenünk is bele, meg nem is, úgyhogy ezt a vonalat követjük. Jó, megkenjük. Itt is, ide is, és még kenünk bele. Ide is, még egy picit ide a szélére. Az jó, mikor így ráég. Na, megvan az alap csinálva, jöhetnek a belevalók. Kérem szépen, ez akkor lesz egy ilyen kolbászos, és rakunk bele, hát néhány szem parizát, vagy békönt is lehetne egyébként. Hát én csak így egy kevés ilyet nyomtam bele. Na most vagyok bajba, mert nincs kanalam. Pluszba hozzul egy kanalat. Ú, de jó néz ki, gyerekek, egyébként már is, hát én már megeszem, mert elég jó.
illata is van, igen. Na, és akkor rakok ebből bele, nézzetek ide. Ezt nem nektek mondtam, hanem a kamera van egy kicsit enervált ma. Jelentsen az a szó bármit is. Azt mondja, ez le van sütve hagyma, és gomba, és fontos, hogy ez üveges gomba legyen, mert az üveges gombának van ez a jó kis ilyen savanyús, ecetes íze, az a jó. Az Isten! Na bassz meg, beleakadtam ebbe a szarba. Na várjál, Edith! Most teleraktam ezt a... Na ezért kellett ide nekem izé kanálmi. Na figyeljetek, azért nem kell ennyit bénázni másnak, aki nem akar ennyit. Te, ebben meg nem raktam még izét? Hát akkor itt fordítva lesz, gyerekek. Ide rakunk egy kicsi hagymás, trutymák. Igen, és akkor fordítva jön rá ide közé a jó kis füstölt házi kolbinyó. Így van. Rakunk rá egy kevés főtt tojást. Főtt tojás ideni. Majd még főtt tojást pucolunk. Igen. És akkor csináltam egy nagyon finom öntetet. Ezt tudjátok a Csernobilból, mivel hogy Zoli még mindig nem küldte el a csilimet, úgyhogy már csak ennyi van éppen. Ebből, ketchupból, majonézből, másik fajta ilyen csilis öntetből. Ebből rakunk rá rendesen. Egyébként ez rendesen csíp. Hát aki nem szereti csípősre, az csinálhat rá másféle kencét. Én nekem ez nagyon ízlik, hogyha csíp az ilyen cuccmó. Ennyi elég lesz bele. Így van. Mit nem raktam még itt rá? Akkor jöhet most már a sajt. Le van reszelve a sajtocska, gyerekek. Így. Így. Ebből se jó, ha nagyon sok, akkor jó, mikor így tudjátok, így rápirul a griller. Szerintem a kezem látszott még. Igen. Nem baj, most meg már nem látszik semmi belőle. Így lesz a jó. Aki akarja, az így összép hajtja, és így rakja be sülni egymás mellé szorosan. Én szerintem én így rakom, ahogy most így látjátok. Hát egy kicsit meg buheráltam. Ez meg egy kicsit így szét. És akkor ezt fogjuk így szépen megsütni. Na, egészség! Milyen kár, hogy elmúlik a nyár. Milyen kár, hogy nyakunkon a sál. Milyen kár, hogy nem fűt már a koksz. Milyen kár, hogy újra szívni fogsz. Milyen kár, hogy túlélésre gyúrsz. Milyen kár, hogy folyton félre nyúlsz. Milyen kár, hogy teszel rá és kész. Milyen kár, hogy van még az a pénz. Se bóg és se dansz, bennünk volt a sansz. Se fánk és se fánk, túl nagy volt a szánk. Veszi. De várjál már, kint lövöldöznek, hogy hallgassanak el. Kus legyen már kint, bazd meg, szilveszter van. Legalább ilyenkor maradjatok csöndbe, bazd meg. Halló, ezek bazd meg csak nem hagyják. Hány lövető ez bazd meg? Hát mi hány lövetőt vesz? Hát mi vagy 28-ot, az lemegy hát ez... egy 20 másodperc alatt, de ez egy na. Órája csinálja. Na, gyorsan akarok tesztet csinálni, emberek. Deep. Milyen deep? Guacamole. Mi a faszom ez? Milyen ez? Egy kicsit már ittam, de olvasni nem tudom. Avokádó, avokádós mártogató. Megkóstoljuk. Az egyik tortilla chips az chilis. Már fel is nyitottam. Először megkóstolom csak úgy magába a tortilla chipset. Az tényleg chilis, de nem, hát azért annyira nem chip. Megkóstolom avokádó krémmel. Gyerekek, az az avokádó krém kurva jó, hol veszeljétek ez így? Most reklámozunk? Nem, de hol vettél? Aldi. Aldiba. Nagyon jó, az tényleg jó. Ezt is? Nem.
ez hot Mexican dip. Basszus, most chip. Halljátok, ez a tortilla chips, ez tényleg chip, és utólag nagyon jó. Ezt hol vettétek? Spár. Hol? Spár, de a mondom spárba. Reklám. Hát most mit reklám? Hát kinek reklámozok? Na, hát kóstoljam ezt a spáros hotot. Beszarok, bazd meg. Na, nem kérdezek semmit, de szerintem ez kétszer drágább, mint az. Nem tudom. Nem tudod? Nem tudom, mert... De hadd ne szinkronizálják, mondjad hangosan, mert nem hallom. Nem tudom, mert jó. Több mindent. Gyerekek, ez a jó, ez a jó. A hot dip mexikána, ezt vegyétek, bárhol vagytok. Jó. Egyes számú tortilla kilőve. Nézzük a másik tortilla. Chips, ez kérem szépen. Milyen ízletisítés? Natur. Nézzük ezt. Hát ez natur. A natur, így viszont már nem annyira jó ez a... Milyen? Avokádós. Nézzük ezt a nyerőst. Gyerekek, mindenki ezt vegye. Deep Hot Mexicana. Kurva jó. Csak ajánlani tudom. Na, gyorsan haladjunk tovább, bazd meg, mert mindjárt éjfél van. Faszom. De hogy van, mennyi az idő? 18:41. Jó. Bontsuk a következőt. Kóstolok. Extra deep. Sweet chili. Gondolom édes chilis. Chio chips. Látszik az egész? Így igen. Na látod. Látszódja. Király, megkóstolom. Így néz ki egyébként. Nem szeretem, amilyen hülyén van felvágva, meg van formázva. Utálom, ami meg van formázva. Az a jó, ami nincs megformázva. Na, ennek értek semmi íze olyan, mint egy ketchupos szar tennék. Mert a faszba. Király. Nézzük a következőt. Chio Extreme Wasabi. Hát a... Ez neki is formázottnak kellene. Hallod? Ehhez nagy reményt fűzök. De ez össze van törve. Én törtem? Ez nem formázott, nézd csak. Nem. Csak nagyon össze van törve. Nagy icipicik vannak benne. Pedig... viszont kurva jó. Halljátok, mintha a tömény tormát rágnék. Mint a torna. Ez nagyon bejön. Viszont szeretném, ha belefilmeznék. Mennyi van az alján? Látszik? Uh-huh. Hát az alján, gyerekek. Megmutassam. Ennyit vettünk. Mennyi ez? Nem tudom. Na, bazd meg. Költek ezzel, azt nem tudod mennyi. Nem, mert... Na. Jön a sima chips, paprika. Nekem ez mindig bejött. Ez a kedvencem egyébként. Szerintem, oda nézzetek. És szerintem egy chipsnek így kell kinézni, de most komolyan. Kurva nagyra vágva, nagyon szép, nincs megformázva. És milyen az íze? Műíze van. Nem jó. Ez se a legjobb. Na, pizza. Hát ezt meg se kóstolom, ezt Petra szereti, ezt a hülyeségeket. Én ezt nem eszem. Petra elvitt még egy miért? Giroszost. Mm-hmm. Azt nem szeretem. Ez az egy van még, amit meg... Az mi? Ja, hát a sajtos... nem, ezeket nem kóstolom. Akkor ezt az egyet kóstolom még meg. Jó, ez... Jalapeño és sajt. Miért kell bele a sajt? Kibaszott sajt. Biztos valakinek van az meg valami ilyen sajt aroma gyára, az meg azt nyomja. Valami Rothschild vagy valaki. Na, kóstoljuk. Ez jalapeño. Nézd ide. Hot chips. Na ez nem hot, meg nem is chips, inkább sajtos szar. Á, gyerekek! Nem ajánlom! Ami a legjobb volt ezek közül, mit tudjak mondani? Melyik volt ez itt a legjobb? Az nem, már a paprikás se jó. Szerintem a tortilla volt a legjobb. Nem a wasabis. Ja, a wasabis. Na, a wasabis. A wasabis valami az nagyon jó volt. Csak ez van összetölve. Igen, csak nagyon pici és nem nagyba van vágva. Viszont a második legjobb ez a chilis, mi a picsa ez? Tortilla chips. És a legjobb
Szósz, hát most a kettő közül biztos nyilván van több. Ez, de ez nagyon ott van a szerem. Egészség! Állj! Na, jó. Tehát uno, ennek mi a lényege? Valaki magyarázza. Na, én elmondom. Igen? Van egy kártya középen. De tudom, tudom, ez kimaradt, meg itt és hét meg nem tudom. Van, jó, van ez, jó, lesz hét ez. Hét lapja van, mindig hetet osztunk, és akkor a középső lapra úgy kell rárakni, hogy vagy a szám, vagy a szín egyezzen meg. Vannak különböző ilyen mágikus kártyák. Lépjük már túl, mi a nyereményem? Mutasd ide gyorsan, nagyon gyorsan. Az első. Mi? Harmadik hét. Nem érdek, ez az enyém, megmondtam. Második hét. Ó, biztos nem leszek buzi, bazd meg. Hát buzi legyek. Hülye vagy? Igen. Ez és még mi a faszom? Bolondok királya? Hát ez az anyád élet. Ez az enyém. Akkor a tied? Mennyivel jobban járt anyád ezzel a szép izével? Na mindegy, az az enyém. Majd meg kell. Tudom, hogy akkor a fejem van, hogy rápróbálta anyád, érted, nem fért rá. Nem, meg a fejemre akkor onnan emlékezni. Na mindegy, a kiabáljuk már be háromra, hogy péntek van, bulia. Egy, kettő, három. Péntek van. Péntek van! Az Isten áldjon meg benneteket, mondom háromra. Egy, kettő, három. Péntek van! Bulimán! Ó, bazd meg, a jányom megfullad. Nézzük meg az állást. Eddig csak Petra vezet, de kurvára. Szerintem csal. Edith szerinted csal? Nem, hát, nem csalok. Csal. Nem. És ez egy zöld háttér. Tudod mi ez a zöld háttér, Edith? Nem. Te tudod? Az szokott lenni a tévébe. Hát igen, a videósok csinálják ezt, hogy elejárnak, és akkor bármit be tudnak. Maguk mögé, így van. Tehát ez a zöld háttér, és elárulom nektek, hogy én ott vagyok egyébként, csak nem látszok, bazd meg. Kurvára. Halljátok, Edith mondta a legjobbat, és ráadásul én is zöldben vagyok, és tényleg, bazd meg, nézd meg. Tehát azért nem látszok, öcsém. Tömi a fejét. Nem sikerült megakadni a torkát, úgyhogy nem kell ütögetni a hátát. Nem is bírna. Te mit csinálsz? Hát de ezt tömöd magadba, de, mint aki egy hete nem evett. Tettem, bazdom, nem éhetek. Hát tömöd magadba, meg se rágod rendesen. Sietettem, bazdom, és veszeltem? Igen. Veszeltem, hogy ne látszódjak. Hát dehogy nem, látszani kell. Hát úgy is látszik. Ez finom egyébként. Már ami óta elmentem, nem vettem. Mi? Azóta már leetted magad. Mi? A szakállad az sajtos. Na most miről beszélsz?